Tisztelettel köszöntöm Önöket, jó napot kívánok! Statisztikák szerint a szív- és érrendszeri betegségek több áldozatot szednek, mint valamennyi más betegség, baleset és más halálok együttesen. A szív- és érrendszeri betegségek jelentős része megelőzhető elsősorban egészségesebb életmóddal, valamint rendszeres szűrővizsgálatokkal. Minden évben szívünk napján az életmódváltást szeretnék népszerűsíteni, több mozgást, a dohányzás elhagyását, egészségesebb táplálkozást, hitelesen, megalapozottan és közérthetően. Mi is ezt tesszük mai műsorunkban, a szív- és érrendszeri betegségekről, a megelőzésről és gyógyításról beszélgetünk dr. Kikeli Pál, marosvásárhelyi belgyógyász, kardiológus, főorvossal, a Prokardia Alapítvány elnökével. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, tanár úr! Én is jó napot kívánok a kedves nézőknek! Mifelénk is a szív- és érrendszeri betegségek valóban több áldozatot szednek, mint egyéb betegségek is a balesetek együttvéve? Hát ez sajnos így van, annak ellenére, hogy ezeknek főleg a degeneratív, tehát azok, amelyek az érrendszert érintik, és ezen keresztül a szívet, tehát ezeknek a kockázatait egyre jobban ismerjük, ahogy a Agyakási úr is elmondta. Tehát ennek ellenére, és tehát most nem statisztikákkal próbálunk élni, de ez világszinten jelen pillanatban 17 millió halálesetet jelent. Zárójelbe, ugye rengeteget fejlődött a sürgősségi eseteknek az ellátása az elmúlt évtizedekben, és ennek ellenére 17 millió. És a másik dolog, ami aggasztó, reméljük, hogy egyebek nem fogják még zavarni ezeket a dolgokat. Tehát 2030-ra 23 millió halál eset, ha ezek így működnek. És említette, hogy nagyon sok kockázati tényező ismert jelen pillanatban. Na most nem elég az, hogy ezekről tudunk. Ezeket feltétlenül egyszer tudatosítani kell a lakossággal lévén, hogy ugye egy populációs dologról van szó, és ezen belül évente a Szívvilágszervezet megpróbálja ezt a tudatosítási folyamatot felfrissíteni, és világszinten egy-egy üzenetet küldeni. Tehát ennek alapján, igenis, ahogy ön is felsorolta, ezek azok a kockázatok ismertek. És ezek a kockázatok gyakorlatilag tisztelet a kivételnek, a magatartásunktól, életmódunkkal kapcsolatosak. És az emberi viselkedésnek a kiszámíthatósága még nagyon alacsony szinten van. Tehát tudjuk, hogy 260 felett a koleszterol mennyire káros, a dohányzás mennyire káros, és a lakosság döntő többségének is tudomása van erről, de azáltal, hogy olyan magatartásforma és olyan kiszámíthatatlan viselkedés formáink vannak, tehát emiatt végül is a halálozás csak rendkívül magas. Tehát jelen pillanatban a kérdés az, hogy hogyan tudok ember közelbe, közösség közelbe, hogyan tudunk kerülni, és a Szívvilágszervezete erre próbált fokuszálni. Eddig igen, tudatosították a kockázatokat, hogy milyen lépéseket kell tenni, hogy azokat valamilyen formában enyhítsük, vagy megszüntessük. Na most a három nagy üzenete az, hogy mindenki úgy figyeljen a szívére, hogy azáltal mindenki szívére figyel. És három nagy kérdést próbál tudatosítani. Az első az, hogy figyeljünk a tágabb környezetünkre, populációs szinten. Mondjuk a közepesen fejlett vagy alacsonyan fejlett országokban, ott az elhalálozásoknak most már a 75%-át okozzák a szívérrendszeri betegségek. És ezt azért említem, mert mi is a közepesen fejlett országok közé tartozunk,
És a másik kérdés az, hogy figyeljünk oda a környezetre. Elcsépelt kérdésnek tűnik, de a környezet szennyeződés kiderült, hogy a jelenlegi urbanizált környezetünk, ami rendkívül szennyezett, elsősorban kipufogó gáz, dohányzás, csak zárójelben a dohányzásnak önmagában évente 7 millió áldozata van jelen pillanatban. Persze ez is társul az egyéb kockázati tényezőkkel, és tehát a szennyeződés, a környezetünk szennyeződése nem igaz, hogy nem hat a szívérendszerünkre, hiszen ezek a rendkívül apró 2,5 mikron alatti szemcsék, akár a kipufógázból származóak, vagy a dohányzás kapcsán, ezek átjutnak a tüdővédő gátján. A tüdőben is egy krónikus gyulladást idéznek elő, ami már eleve az oxigénfelvételt hosszú távon csökkenti, de az érrendszerbe gyulladást idéznek elő, és ez korai érelmeszesedéshez, és a haláloknak mintegy 25%-ához hozzájárul, beszéltünk itt 50% feléről, vagy 50%. És nem utolsó sorban jelzi, hogy nagyon figyeljük oda saját életünkre, saját életmódunkra. Hiszen napjainkban a domináns tényező a stressz, tehát mindannyian stressz alatt vagyunk. A mindennapjaink rohanásban telnek el, hatalmas feszültségek, ugye egy nagy járványon vagyunk túl, rengeteg ismeretlennel, nagyon sok bizonytalansággal, és itt megjegyzem, a koronavírus időszak alatt, a teljes zárlat időszak alatt Európa szinten a halálozás megkétszeröződött. A páciensek egyszerűen nem jutottak a csúcs szolgáltatásokhoz sürgőségi esetben, mert a kórházak zárva voltak. Tehát, hogy mennyire előidézi a bizonytalanságot egy ilyen tényező, és egyáltalán napjaink az egyéb szociális, meg társadalmi feszültségei hihetetlenül nagy hatással vannak ránk. Állandóan a médián keresztül ott vannak nem csak a pozitív hírek, hanem a negatívak is, és így egy alapvető kérdés, hogy ezt a stressz helyzetet hogyan tudjuk oldani, hiszen ha nem figyelünk oda, már pedig nem figyelünk elég oda, és ezért változik teljes egészében az életmódunk, ez a halálozást megkétszerezi. Tehát ezekre a kérdésekre próbálja és ember közelbe hozni, hogy ha odafigyelünk egyenként a szívünk egészségére, ezekre a kockázatokra, a szennyeződésre, ami most már egy általános kérdés, a stressz kérdésre, akkor hosszú távon igen, képesek vagyunk megváltozni, de az emberi magatartás kiszámíthatatlan. Jelen pillanatban nagyon komoly szociológiai kutatások folynak, hogy az, ami testközelben, ugye a saját viselkedésünkkel nap mint nap szembesülünk, vagy a munkatársaink, barátaink, családunk viselkedésével, és bizony a kiszámíthatatlanság még mindig döntőbb ahhoz viszont populációsan, mint a kiszámítható reakciók. És ezen belül, igen, ha kiszámíthatóak vagyunk, akkor képesek vagyunk életmódunkat és ezeket a kérdéseket kézben tartani. De nem elég ez a, tehát egyénileg ezt megoldani, a társadalom is nagyon komolyan oda kell figyeljen. Tudnék egy ellátórendszer nélkül, egy korszerű egészségügyi ellátórendszer, ami megelőzésre és utána rehabilitációra próbál összpontosítani, ez megoldhatatlan. Márpedig a közepesen vagy alacsonyan fejlett országokban nagyon komolyak a hiányosságok. És jelen pillanatban akár Európai Uniós projektek nincsenek az egészségügyre összpontosítva. Elsősorban a termelés az. Kérdés az, ki lesz az az egészséges egyén, aki majd termelni fog hosszú távon. Tehát nagyon fontos felhívni ezeknek a fórumoknak a figyelmét. Hihetetlenül fontos a béke. Tehát jelen pillanatban lassan a különböző, akár közelünkben zajló háborúk nagyon megzavarják az egészségügyi ellátást. Látjuk, kórházakat bombáznak szét, emberek menekülnek. Tehát ilyen körülmények között nagyon nehéz megelőzésről beszélni. És a harmadik rendkívül lényeges ezeknek az oktatása, tudatosítása.
Tehát biztosítani azokat a rendszereket, amelyek ezt megoldják, és mindenkihez testközelbe hozzák ezeket az információkat. Tanár úr, nincs itt ellentmondás, mert én bizony, hogyha készítenénk egy szociológiai felmérést, megkérdezzük az embereket, hogy jobban élnek-e, akár Romániában, de Európának ezen a részén, én biztos vagyok benne, hogy többségük azt mondja, hogy jobban él, mint mondjuk 10-20-30 évvel ezelőtt. Ez a jólét okozza ezeket a problémákat igazából, hogy egyrészt futunk az élet után, kényszerűségből egész nap dolgozunk, mert hogy hát meg kell élni valamiből, és másrészt meg nem figyelünk oda, ahogy ön is mondott, az egészségünkre. Tehát van itt egyfajta ellentmondás, hogyan látja? Hát igen, különösen ebben a régióban az elmúlt 30 év arról szólt, hogy egy nagyon beszükült társadalom valahol megnyílt, és ez a nyitottság látszólag egy szabadsághoz vezetett, de nem tudunk ezzel a szabadsággal élni. Tehát elsősorban az anyagi javak, a pénzszerzés és a megfelelő anyagi javak által próbáltunk életminőséget és biztonságot szerezni. Kiderült, hogy ez nem működik. Ez alatt az idő alatt, úgy, ahogy Agyagás úr is jelzi, megfeledkezünk az egészségünk megőrzéséről, és eltelik 20 év átlagban, amely alatt úgy tekintjük, hogy hát itt velem nincs semmi probléma az égvilágon, én nem lehetek beteg. Tudok arról, hogy dohányzás, hogy vérnyomás, de én még nem ismétlem meg a vérnyomásomat, vagy ha igen, akkor azt mondom, hát amikor megmértem, éppen stresszes állapotban voltam, csak kiderül, hogy 24 órában nagyon kevés az a perc, ami nem stresszes, és ezek nagyon alkalmi helyzetek, vagy a rendszeres szűrővizsgálatokon nem veszek részt, vagy akár a szakmai társulat sem hívja fel a figyelmet, hogy nem csak egy-egy kockázat önmagában, hanem összességében kell ezeket tekinteni, és a sok kicsi sokra megy. Tehát igenis elértünk egy életminőséget, amiről nagyon nehéz lemondani, és ez alatt az idő alatt kiderül, hogy elfeledkeztünk az egészségünkről. Tehát ahogy mondani szokás, tehát rengeteget dolgozunk, hogy elérjünk egy minőséget, közben megromlik az egészségünk, és már sokkal többet költünk, hogy esetleg az egészségünket helyreállítsuk, de ez már távolról sem biztos. Hogyan fedezhetjük fel időben ezeket a rendellenességeket? Vannak tünetek, amikor felfigyelhetünk arra, hogy esetleg baj lehet? Tehát itt a kérdés, tehát nem bíznám feltétlenül az egyénre. Igen, vannak, tehát az elmúlt 30 év alatt azért nem igaz, hogy nincs egy réteg, ami sokkal egészségtudatosabb. Akár a filmekben most már nem igen látjuk, hogy mindenki dohányzik, ugye, mint évtizedekkel előtt a nagy sztárok egyik cigarettát a másik után szívták. Tehát ezt sem igen látjuk. Agressziót látunk bőven, tehát stressz oldásként stresszel próbáljuk oldani a stressz, mert azt mondjuk egy ilyen Agatha Christie krimi, a sokkal kedvesebb dolog, mint amit minden nap megélünk, akár a munkahelyünkön, vagy az iskolában. Visszatérve, tehát ez egy társadalmi kérdés kell legyen, az egészségügyi rendszernek a kérdés, és itt említettem, hogy az egészségügyi intézményeknek és a tudatosításnak a szerepe rendkívül lényeges és elkerülhetetlen. Tehát ez konkrétan azt jelenti, hogy a gyermekkor, tehát a szűrővizsgálatokat jelent. És ez minden korosztálynak meg van határozva, hogy milyen szűrővizsgálatok szükségeltetnek. Ahhoz, hogy tisztázzam, hogy testileg, lelkileg, társadalmilag valaki egészséges. De most már beszéljünk csak a felnőtt korról. Az utolsó momentum, amikor egy ország lakosságának minden egyén, vagy minden tagját részt vett egy szűrővizsgálaton, az 20 év. Más, tehát akár szívérendszeri, akár onkológiai daganatos betegségekben. És akkor felállítjuk a felnőtt kornak a mérföldkövét, a referenciáját. Ez az úgymond
olyan országokban, ahol ezt nagyon tudatosan végzik, kötelező. Tehát ha az illető nem jelentkezik a szűrővizsgálaton, akkor a biztosítás összege megemelkedik. Tehát ha bármilyen történik vele. Tehát ennek, ha tudatos vagyok, ha nem, nagyon alapos szűrővizsgálatok, és ez az első hihetetlen lényeges 20 éves sokorban kell történjen, mondom testileg, lelkileg, mert említettük ugye a stressz helyzetet, és szociálisan. Ezáltal már már rólam van szó, már, akkor már lehet tudatosítani, főleg, hogyha felmenőim között is vannak bizonyos betegségek, akkor már könnyebb tudatosítani, hogy te is veszélybe vagy, és az bizonyított, hogyha a felmenőknél, tegyük fel, 60-70 éves korban jelentkezett szívérendszeri súlyos szövődmény, akkor az adott egyénnél ez jó, akár 10 éve korábban léphet fel. Nem kötelező, de benne van a csomagban, ezt genetikai kockázatnak nevezzük. Tehát a szűrővizsgálatok és ezeknek a tudatosítása, ez az egyik rész, a másik pedig megteremteni, tehát ehhez infrastruktúra kell, béke kell, és harmadik az, hogy megteremteni azt a környezetet, ahol egészségesen tud élni. Tehát ahol szennyezésmentesen, dohányfüstmentesen tud élni, stresszmentesen, tehát a stresszmenedzsment, a stressznek a munkahelyi, a családi kezelés egy hihetetlenül fontos dolog. És egy egészségtudatos nevelés. Illuzórikus dolgok, tanár úr, amiket elmondott nekünk. Hogyan lehet? Együtt lehet élni ezekkel a betegségekkel? Együtt kell? Hát adott pillanatban együtt élünk a kockázatainkkal. Nem mindegy az, hogy ezek nagyon, tehát súlyos szövődmények nagyon korán jelentkeznek, és ezek automatikusan kiragadnak bennünket a társadalmi környezetünkből, egy hatalmas megterhelés az, és anyagi bizonytalanság a családnak, és akkor mindazok a kérdések, ami a jelenlegi komfortzónánkat, életminőségünket jelenti, azok megfordulnak. Tehát döbbenetes eseket látunk, tehát olyan helyzet, hogy 15 éves korban egy fiatalnak megjelenik egy szívritmus zavara, hát amivel azért ő biganél elvégzi az egyetemét, és nincs kellően odafigyelve a kezelésre, és 23 éves korára egy vérrög, egy komoly agyérzáródást okoz, és 23 éves korát totál rokkantá lesz, hónapokig teljesen magatehetetlen, és a saját idős édesanyja a kevés nyugdíjából próbálja rendezni. Szóval ezek döbbenetes tragédiák, de tehát ez a nagyfokú függőség, hogy 23-as éves korban, igenis nem egy ilyen problémával szembesülünk, hát ez mondom egy kicsit az egyik véglet, de egy súlyos rokkantság az életkortól függően az egész családnak és a közösségnek nagyon komoly problémát jelent. Együtt kell élni, de ezeknek tehát az egészségügyi rendszer nem tudja fedezni a rehabilitációnak a költségeit azon a szinten, hogy egyszerűen nem tudjuk, hogy ez élethosszíglan függőség és rehabilitáció függő. És ezeknek magas a költsége. Van arra a rálátásuk önöknek, orvosoknak, hogy mennyivel olcsóbb a prevenció, mint a rehabilitáció? Vagy mennyivel lenne, mert hogy prevenció sajnos nem nagyon létezik. Hát, mint olyan nem igaz, mert vannak bizonyos kezdeményezések, csak nincs következetesség. Ugye akár az oktatásban elképzelhető, hogy a 30 év alatt több egészségügyminiszter váltotta egyik a másikát, mint az elmúlt 30 évnek ez a száma. És ilyen körülmények között nem lehet komoly stratégiákat kidolgozni. Az egészségügyi stratégiákat átlagban 10-20 évre tervezik a jelenlegi ismereteink alapján, és azokat be kell tartani attól függetlenül, milyen politikai rendszer vált. Tehát egyik rendszertől a másikig csak abban áll a különbség, hogy valaki jobban és hatékonyabban
tudja ezeket összehozni. De összességében a megelőzés kérdése egy nagyon komoly tudatosítást igényel, és a társadalom nincs erre képen felkészülve. Tanár úr 50 éve foglalkozik Marosvásárhelyen a szív- és érrendszeri betegekkel, ott van egy fél évszázad tapasztalata. Ha visszagondol a kezdetekre, van a sötét korszakban, hova tudott haladni ez az elképzelés, ez a koncepció az ön fejében, és hát konkrétan a megvalósulásban? Igen. Hát a sötét korszak ott van, ha az agyunkban nem pislákol a fény. Tehát akkor csak ugyan sötét. A sötét korszakban is születtek nagy művek, jó gondolatok, nem csak itt, máshol is. Az, hogy a társadalom bizonyos kérdéseket teljesen elutasított, vagy ellenségesnek tekintett bármilyen kezdeményezést, egy tény. De azt kell mondjam, hogy a rehabilitáció kérdésével úgy találkoztam 1970-es év, vagy 68-72-ig, hogy ideggyógyászati, belgyógyászati sürgősségi osztályokon dolgoztam, és ez súlyos szövődmény után kiderült, hogy a pacienseknek egyszerűen nem tudtunk, hogy mit mondjunk. Le volt százalékolva, társadalmilag függő, aktív korosztály, nagy élettapasztalattal, nagy szakmai tapasztalattal. Ez Nyugat-Európában is így festett, és hát ott már jelezték a szakmai fórumok, hogy egyszerűen nem tudják nélkülözni ezeket az egyéneket, a tudásukat. Na hát így jutottam el 1972-ben, hogy a sötét korszakban elkezdtem a szívérrendszeri betegségek, főleg az infarktuson átesetteknek a rehabilitációját, és annak ellenére, hogy sötét volt, tehát ezt mindazon kritériumok alapján végeztük, ami addig már ismert, ott nem túl sokat tudtunk, és azt kell mondjam, mi is olyan kezdeményezésre, a józan paraszti ész olyan megoldásokat nyújtott, ami a nyugati kollégáknak nem igen adatott, mert ők mindig azt csinálták, amit már mások is. Tehát így sikerült elindítani a szívérrendszeri rehabilitációt, illetve 1983-ban az adataink alapján országosan 4 nagyvárosban létrejöttek a szívérrendszeri rehabilitációs klinikák. És ez, mondom, mind az átkosban. A Kovásznai Szívkórháznak a működésének a rehabilitációs metodológiát sikerült kidolgoznunk. 1990 után a dolgoknak nevet kellett adni, úgyhogy 1992-ben ezt a tevékenységünket egyrészt ugye a klinikán tovább folytattuk, de a járóbeteg rehabilitációt azt a Procardia néven alatt kellett végezzük, és hát azt kell mondjam, hogy nagyon sok tudatosítási rendezvényünk volt. Elindítottuk az egész szívnapokat egészen 2000 után, a 100 méter az egészségért, ami arról szól, hogy egy bármilyen, akár városi vagy falusi környezetben legyenek ilyen egészségtudatos területek, ahol nincs szennyeződés, ahol szűréseket lehet végezni, tudatosítást lehet végezni, és megvannak azok a támpontok, hogy mit is jelent az egészség. És igen, is sikerült 1997-ben létrehozni regionális, tehát minisztériumi szinten, akkor tanácsadó is benne voltam a társaság vezetőségben, regionális megelőzési központot, 5 regionális központot. Sajnos a politikum 2000-ben ezeket törölte. Elindítottuk a lakosságnak az egészségszűrését Maros megyében, és mintát mutattunk a többieknek. 2013-tól megindítottuk a dohányfusmentes orvos egyetemeket, hiszen az orvosok sokkal gyakoribb a dohányzás, mint az átlag lakosságnál, és így az orvostanhallgatóknak a dohányzási szokásait bértük fel, és elindítottuk a tabakoi előadásokat.
Tehát rengeteg ilyen rendezvényünk volt, és jelen pillanatban is, tehát már 1992-től működtetjük a rehabilitációs és életmód központot, és azt kell mondjam, hogy ezek mind lehetőségek. Értem alatt az életmód említett, hogy hogy lehet megváltoztatni. Nem egyszerű. Ezek csoportosan mennek a legkönnyebben, ahol a veled egykorú egyén, aki már tudatos, pillanatok alatt átadja, hogy neki mennyire jó az, hogyha részt vesz ezekben a program, ami mozgással jár, tehát tudatosan azok a mozgástípusok, amelyek egészségesek egy életkornak, és nagyon fontos, hogy ezt kisgyerekkortól kezdjük, és az időskor osztályig elterjed. És ebben a környezetben igen, sokkal egyszerűbb, hogy a kockázataimat ellenőrizzem, hogy abba hagyjam a dohányzást, ami egy nagyon nagy megveszített dolog mindenki számára, és mondom, a csoportterápia, a csoportok azok támaszt jelentenek. Hihetetlen, egy óra alatt kiszakadt kétszer-háromszor hetente a mindennapoknak a stressz alatt. Tehát itt stresszoldás, és időközben az utóbbi években ugye beindítottuk ezeknek a súlyos neurológiai eseteknek a robotizált rehabilitációját, és tehát nem igaz, hogy nem lehet, de nagyon komoly nehézségbe ütközünk, mert a társadalom nem finanszírozza ezeket kellőképpen, és természetesen a lakossági kommunikációt így ez jócskán csökkenti. És azt kell végezetül mondjam, hogy igen, elindítottak azokat a programokat, hogy hetente, illetve egy 10 nap alatt ilyen kezdőcsoportok, hogy bemutassuk, hogy milyen mozgástípusok vannak egyénre szabottan, de csoportosan. És a döntő többsége utána úgy dönt, úgy érzi, hogy ő mindent megtett az egészségéért, és még nem tudatosítja, hogy bizony, hát ezeket hosszú távon kell folytatni. Sok sikert kívánok a munkájukhoz, dr. Kikeli Pál. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm én is. A nézőknek köszönöm a figyelmet, a Gyagási Levente vagyok, további szép délutánjuk legyen, viszontlátásra. Thank you.